Sziasztok, én Teszok Kécs, ez itt a Forma 1 2012 végjátszásának az időmérő edzése. Én Tesz vagyok, sziasztok. Erről leszögezném, hogy ez egy korábbi felvétel, hiszen sajnos a Forma 1-t ezt nem mentettem el, ezt a futamot, tehát hogyha... Mert is újra kell majd játszom a futamot már harmadszor, mert valami mentés bug van a játékban, tehát hogyha majd más lesz a végeredmény a harmadik újrajátszásnál, tehát pontot szerzek, vagy más helyen indulok, azért én nem vállalok felelősséget, és szerintem kijelentem, mert valamit az automat mentés bekrepált, így nem igazán működött, az egész így űröket kezdenem majd a spanyol nagydíjat, de ti a legelső verziót láthatjátok. Nem probléma, remélem, a szó stúdiói. Éppen még nem, hiszen szeretném megkérni titeket, hogy mivel YouTube-on és Facebookon is vannak szavazatok, hiszen akiknek nincs Facebook felhasználójuk, azok YouTube-on szavaztak. Ott jelenleg összeadva a pontszámokat, a két sisak döntetlen állásban állok, hogy kérek szépen döntsétek el, hogy a monakói nagydíjon minél erőbb legyen meg a sisak. Nem mindig. Zsolti elkezdte már a mérkőzését jelenleg, de nagyon hamar leszabályozom az autónak a motorja. Ő azt mondta egyébként, hogy ez annak köszönhető, hiszen ők most hogy is mondjam, esős beállításokra készülnek, hiszen holnap nagy valószínűséggel eső lesz. Azt mondta Zsolti, hogy ő teljes mértékben esőre készülnek, tehát abban reménykednek, hogy nem fog a pálya száradni, ami egy kicsit kockázatos dolog, de hát meglátjuk, reménykedjük benne, hogy a megfelelő körülmények lesznek. Hoppá, Zsolti kicsit elmérte itt is a kanyart. Igen, most csak hogy megjelzem, hogy jön a jó kis beakadás, illetve még egy kis szopatás is lesz. Egyébként azért nem patchelek, mert most nem olyan rég olvastam, kb. Pár perce, hogy ezek a patchek elég bugosak, szóval hogyha kijön egy javítás, akkor még több bug lesz belőle, szóval olyan, hogy egyet előre, kettőt visszaelve haladok Old Masters, de nem baj, most nézzétem, hogy mi fog történni. Nem baj, szeretem ezt a bugot, egyszerűen imádom. Egyébként Zsoltiok már csak az egyetlen egy... Ja, meg ez a másik, nem, hogy nem tudom beállni a féktávot se. Elfékezem. Szóval Zsoltinak már ez az egyetlen látja egy gumia, hiszen az előző edzéset abban a Q1-ben elhasznált két szettet is, szóval... Hát eléggé megcsapant a lágyok kevelik a gumik száma, hiszen lehet, hogy úgy is úgy taktikáznak, hogy holnap akkor majd teljes mértékben az intermédet abroncsokon kell közlekedniük, így nem okoz nagy gondot, hogyha elfőnök a lágy keverékű gumik. Sőt, hogyha kemény, de hát akkor egyértelműen inkább a lágyok a gyorsabb keverékű gumit erőltetik. Tehát nem probléma. Meg így biztos nem. Kicsit szemben az autó a Zsolti, de hát ez mindig csak a felvezető kör, szóval hát igazából itt nem kell nagyon megerőltetni magát az embernek. Most hát nézzük is, hogy most mi mérkőben tud-e javítani Zsolti egy jelentéktelen idővel, ami most kicsit át is hajtott ott a pályának az egyik kanyarjánál, mert hát megteheti. Jajajajajaj. Ugye most ez a hátrány, hogy száraz körülmények között, ugye a Power Friendly szabályok értelmében nem lehet átállítani az autót. Így az első légtérről lehet változtatni az időmérő és az első és a verseny között kivéve, hogyha a box utcából rajtolhat, ami jelen esetben a játékban nem áll fenn, mint opció, csak a való életben van ez mind lehetőség. És ott egy kicsit tud kirakta a pályán, nagyon szeretné levágni ezt a kanyar, de hát ezt a versenybírók nem tolerálnak. Egyébként a Barcelona azt vacsikról el kell mondanunk, hogy itt már nagyon régóta rendeznek versenyt, és Zsolti is többször hát vett egy futamon. Az utolsó spanyol nagydíjon, amit részt vett 2004-ben, ott jelen pillanatban megtekintjük, hogy Zsolti hányadik helyen ért célba. Az időmérő edzésen az utolsó pozícióban, a 20. helyen 1.21-es körrel, ugye azóta már a pálya vonalvezetése, mint tudjuk, változott.
és a futamon is az utolsó rajthelyen, illetve kiesett a Zsolti, mert kicsúszott a pályáról, és 17 kört teljesített, szóval Zsolti akkor kiesett. Jelenleg most 13. bár nem egy nagyon erős körrel, hiszen mint mondtuk, ez nem igazán ideális, ez a, hogy is mondjam, beállítás, mert tehát mondta Zsolti, hogy készülnek ők a futamon az esőre, így majd talán a rajtnál is azután majd lesz jó, mint a mezőny, hiszen majd az is a mezőny a szárazabb beállításokon vannak, ők is elsősön, de ők ilyen fél száraz, ilyen átmeneti beállításokon vannak, lehet ők úgy számolnak, hogy el is fog állni az eső, és száraz futam is lehet akár a vége felé. Majd meglátjuk, hogy a vasárnapi futamon mi fog történni. Egyébként csak annyit tudnék elmondani a vasárnapi futamról, hogy lesz benne egy új kommentátortárs, ilyen esetben egy új műsorvezetőt mutathatunk be. Egyébként annyit a futamról, hogy a YouTube kicsit megviccelt engemet, hiszen már egy 10 kb. Láthatták is azt a videót, pedig azt időzítve szándékoztam volna. De ettől eltekintve ne legyen semmi probléma. Nos, hát Zsolti be is jön a boxba, mert látni is, hogy nagyon kevés egykönnyű üzemanyagja van, de ezen tudna végigfutni és esélytelen is neki, hogy bejusson. Így Zsolti, hát úgy is mondjam, befejezi az időmérő edzését. Ez a semmi probléma, nem meglepő, igazából lehet, hát holnap nem tartékonok, de egyszerűen a gumja is elfogyott, elhasználódott, így igazából nincs értelme neki, hogy körözzön. Nos, hát ezt voltam, és ez volt a Forma 1 2012 végjátszásának spanyol nagydíja, amit el kell mondom, tehát, hogy ahogy nem, ugye, opa, szóval nem mentett a játék, úgyhogy már kicsit fél, mert többször újra kentem, remélem máskor menteni fog a spanyol nagydíj után, mert ha nem, akkor monakói nagydíj, ha nem is el fog tűnni, de nem lesz jó kedvem, akkor azt kell fogadnom egymás után két futamot, az úgy nehéz lesz. De igazából nem probléma, sőt Zsolt az utolsó rajon fejezte be, úgyhogy ez csodálatos teljesítmény. Igaz, nem értük el a, ha is mondjam, a kitűzött cél, de most ez én a legkisebb gondunk. Nos, én a teszt voltam, tekintsétek majd meg a futamot, köszönöm meg, hogy köszöntem, hogy végignézted ezt a videót. Sziasztok!